Hello mindenkit, vagyunk a Photoshopban, ahol a következő néhány percben ellenfényes hatást fogunk létrehozni, vagy legalábbis erősítjük a meglévőt, mert azért nem baj, hogyha egy olyan fotót töltesz be és olyanon dolgozol, ami már eleve ellenfényes hatású mint például ez. Erre szeretnék ráerősíteni, hogy ezt a hangulatot még inkább fokozzuk. Úgyhogy ha valakinek ilyesmire lenne szüksége, akkor nézzük meg, hogy például milyen módszerrel lehet ezt elérni. Talán az egyik legnyilvánvalóbb módszer hozzá, hogyha az átmenetes színszűrőkkel, vagyis a gradient szűrőkkel próbáljuk ezt létrehozni, mégpedig úgy, hogy a meglévő képrétegünk fölé ráviszünk egy korrekciós réteget, és a korrekciós rétegünk egy gradient réteg lesz a gradient rétegek közül pedig nagyon sokat beállíthatunk magában itt a gradient ablakban, ha rákattintunk, viszont az újabb photoshopokban, tehát ez csak az újabbakban van meg, vannak itt ilyen előre rendszerezett gradiensek is. Ha esetleg régebbit használsz, akkor nagyjából alapból ezeket kapod meg, illetve még néhányat választhatsz. Akkor is elkészíthető mindez, de én most egy konzervet fogok választani, majd mindjárt elmondom, hogy hogyan lehet egyébként a régebbi photoshopban is elérni ezeket. Szóval a konzervek közül lecsúszunk ide az Iridescent, ha jól ejtem, csoporthoz, és ezekben van jó pár olyan, ami számunkra szükséges. Ha nagyon halvány hatást szeretnél, akkor itt rögtön az első hármat tudom ajánlani. Ha erőteljesebbeket, akkor valahol itt a színesebbek közül kell választani. Én mondjuk itt a 19-est választom ami egy igen erőteljes hatás. Látjátok, hogy ilyen zöld és narancs szín a két színünk, a két alapszínünk. Legyen mondjuk akkor ez, de lehet mondjuk a, hát ez is zöld, azt hittem, hogy az inkább ilyen sárgább. Jó, legyen ez a narancsos és ez a halvány ment a zöldünk. Oké, okay. ahhoz, hogy ebből valamilyen napsugárzás legyen, valamelyik színünket kör alakú átmenetté kell tennünk, tehát itt a style nem a lineárt, hanem a radiált állítom be és már is látjátok, hogy a napunk itt van, ami most ilyen zöld színű, és átmegy narancsosba. Ha meg szeretnéd fordítani, akkor itt a reverse gombbal teheted meg, így narancsból megy át zöldbe, de mivel ez a zöldes, ez a halványabb, ez így elég sötét napsugárzásnak, nekem ez a zöldes is tetszik. Nem olyan nagyba. Egyébként az ilyen zöldes, sárgás, nagyon halvány fények is jól tudnak mutatni. De ha nem ezt szeretnéd, akkor te is létre tudsz hozni természetesen ilyen átmeneteket, és például akkor, hogyha régebbi Photoshopot használsz, máshogy nem is fog menni, hiszen nem tudsz ilyen konzervet kiválasztani. Viszont, hogyha ide kattintasz a gradiensre, akkor itt alul ezekkel a beállítókkal létre tudod hozni a saját színeidet bármilyen fotoshoppon. Tehát rákattintasz itt a bal alsó sarokba erre a kis nyílacskára, azután pedig ide a színre. És itt be tudjuk állítani, hogy milyen színünk legyen, ez legyen valami nagyon világos és nagyon halvány, ezúttal a zöldes helyett legyen valami sárgás például. Oké? Okay? És ha ide a jobb oldali rakattintasz, majd pedig a színre, akkor be tudjuk itt állítani a kicsit sötétebb, ezúttal mondjuk ilyen kékes, inkább lilás szint, mint másodlagos színünket. Legyen egy fokkal halványabb. Valami ilyesmi. És le is okézzuk, egyelőre ezt is leokézzük. még a napunk nem jó helyen van, mert az valahol itt volt a képen, de hát azt is be tudjuk állítani. Mivel ugye, hogyha itt vagyunk csak ebben a gradient fill nézetben, tehát csak ez az ablak látható, abban az esetben az átmenetünket arrébb tudjuk húzni a képen, ha rákattintunk, és egyszerűen Arrébb húzzuk. Valahol itt volt a napunk, de hát később is tudjuk ezt még módosítani, hiszen ezen a korrekciós rétegen ez lehetséges. Szóval leokézzük és beállítunk egy összhatásmódot, hogy lássuk is a képet alatta. Mégpedig mondjuk itt a soft light, hard light legyen, hiszen a hard light az egy jó erőteljes hatás, és már is nagyon-nagyon szépen megkaptuk ezt a napbecsillanást. Ez a hatás viszont nem kell mindenütt a képre, sőt, az is lehet, hogy még állítanánk rajta, így viszont már látjuk, hogy hova kell majd tennünk. Tehát, hogyha rákattintok ide duplán erre a kis ikonra, akkor megint megkapom ezt a Gradient fill ablakot, csak most már látom, hogy hol van a sugárzásom, és látjátok, hogy bárhová tudom tenni. Hát nagyjából a nap környékére teszem, ez úgy KB jó is volt itt, és hogyha rákattintok, akkor át is tudom variálni, tehát például tudom egy gyorsabb átmenetűre állítani hogyha ezt állítom, vagy pedig ugye a lila területet tudom növelni, tehát sokkal kisebbé venni ezt a sárgát. Így viszont csak egy nagy lilulást látok, úgyhogy ez nem annyira hatásos. Legyen inkább valami ilyesmi, le is okézzuk, még állíthatunk rajta egy kicsit valahová ide, és hogyha úgy érzed, hogy minden oké, akkor jöhet az oké, és meg is vagyunk nagyjából, de nem szeretnék ezt az egész képre, hiszen az egész képet túlságosan elszínezi, és túl erős is, úgyhogy itt az opacity állítunk egy picit rajta, mondjuk visszább ilyen 60-70 százalékra, de igazából ízlés dolga, tehát olyan mértéket állítasz itt be az átlátszóságában, amennyit akarsz, és Ráadásul itt van nekünk egy ilyen rétegmaszkunk is, amivel ezt a rétegünket, vagyis ezt a becsillanás réteget ki tudjuk radírozni bizonyos helyeken. Ez rá kell kattintanunk itt erre a kis maszk előnézeti képecskére, majd pedig kiválasztani az ecsetünket egy fekete színt, és a fekete szín ugyebár átjukasztja a képet, ahol festünk vele. Lehetőség szerint ne kemény, hanem ilyen látszélű legyen az ecsetünk, és mondjuk itt a flow értéknél ilyen 8-10-es érték környékét állítsunk be hogy szép óvatosan és finoman tudjunk egy-egy vonással dolgozni, valami jó nagy ecsetet, és szép óvatosan a kép bizonyos részei mondjuk itt alul, ami minél messzebb van ettől a világosabb résztől, eltüntetjük ezeket a lilulásokat, hogy azért jöjjön az eredeti képből is vissza valami az eredeti kép színeiből. és talán még ez is egy picit erős, úgyhogy visszáveszem. mondjuk ilyen 60% környékére, és el is készültünk vele. Tehát itt van a megerősített becsillanás hatásunk a képen. Aki pedig itt volt, annak nagyon szépen köszönöm a türelmét, remélem, hogy tetszett nektek. Ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!